Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Mózes első könyvének második részéből olvasom Isten igéjét. Mózes első könyvének második részéből, a 15. versből így szól Istenünk igéje. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyerekek, kedves kollégák! 97 éve már, hogy 1920. június 4-én aláírták azt a trianoni békeszerződést, amelynek értelmében Magyarország területe több mint 200 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakossága pedig több mint 18 millió főből, kicsivel több mint 7 millióra, vagyis a korábbinak kb. A 43%-ára csökkent. Egy evangélikus püspök, dr. Rafai Sándor így írt erről az időszakról: Szomorúbb sorsot alig szánt nemzetnek a népek hatalmas istene, mint most a magyarnak. Ezer éves, küzdelmekkel teli, keservekkel, csordultig telt, csalódásokkal szinte a kimerültségig terhelt élet után, most a lassú elsorvadás tégyenére ítélte a világ hatalmasainak balga tanácsa. És a nehéz ítélet terhét rokontalanul, megértő szívek nélkül kénytelen hordozni. Igazainkat nincs, aki megértse. Ügyünket nincs, aki felfogja. Fájdalmunkat nincs, aki enyhítse. Sorsunkat nincs, aki irányítsa. Ha volt korszak az elmúlt ezer évben, melyben elhagyatva állt a magyar, ennél terhesebb, ennél szomorúbb, ennél végzetesebb, alig ha volt csak egy is, mint a mai. Kedves gyerekek, kedves kollégák, néhány perc múlva egy ének szavaiban arról fogunk hallani, hogy családokat, testvéreket választott el egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Szó szerint városokat vágott ketté ez a döntés. Ahonnan a férjem származik, egy nagyobb város van az ő szülőfaluja mellett, Sátoraljaújhely.
Sátoraljaújhely konkrétan ketté lett vágva ezzel a döntéssel. De vannak még más városok is, amelyek így jártak. Emberek, akik addig kert szomszédok voltak, innentől kezdve két különböző országnak a lakosai. És valóban lehet, hogy családok és testvérek kerültek két különböző országba, annak ellenére, hogy sehova nem költöztek el. Egy tapottat sem mentek arrébb. És mégis innentől kezdve más-más országoknak a lakói más-más országokban élnek. Na de miért kell erre emlékezni? Most feltehetnétek a kérdést, vagy reggel, amikor magatokra vettétek az ünneplő ruhát, kérdezhettétek magatokban, hogy már akkor megint miért? Miért megint az ünneplő ruha? Miért megint a templom? Mi, 21. századi fiatalok, miért emlékezzünk egy ilyen fájó eseményre? Mit tehetünk 2017-ben, hisz nem tudunk határokat átformálni? Nem tudunk nagy döntéseket hozni. Egy 97 éves békediktátumot nem lehet semmissé tenni. Akkor mégis miért? Sőt, mi, akik a történelmi Nagy Magyarország egykori közepétől alig néhány kilométerre lakunk, és Isten kegyelméből őseink békében itt maradhattak a saját országukban, és őket konkrétan nem érintette ez a döntés. Mégis miért emlékezzünk? Miért fontos ez? Azért, kedves gyerekek és kedves testvéreim, mert Isten ad egy feladatot. Azt a feladatot, amit én felolvastam Mózes első könyvében. Akkor most megint mondhatnád, hogy de hát ahhoz sincsen semmi közünk, az az első emberpárról szólt, Ádámról és Éváról. Elhelyezte őket Isten az Éden kertjében, és ad nekik egy feladatot, mi közöm hozzá. Azt mondja a Szentírás, Isten, amikor elhelyezi az első embert az Éden kertjében, akkor nem azt mondja neki, hogy nyugodtan lógasd a lábadat. Sokszor szoktuk mondani, de jó lenne még mindig ott lenni. De jó lenne, hogyha az első ember nem követi el azt a bizonyos bűnt, és nem üzetnénk ki a paradicsomból, hanem még mindig ott lehetnénk, és nem kéne semmit csinálni. Na most ez nem így volt. Azt mondja az Isten az embernek ott az Éden kertjében, hogy műveld és őrizd azt a földet, amit ajándékba kaptál. Feladatot kapsz. Az a feladatod, hogy vigyázzál rá. Az a feladatod, hogy ápold. Semmit nem tettél ezért a földért, de ápolnod kell ezt a földet. Művelned kell, és vigyáznod kell rá. És akkor még mindig ott a kérdés, mi közöm nekem ehhez egy trianoni emlékünnepségen. Kedves gyerekek, az, hogy nekünk is ugyanez a feladatunk. Azon a földön, amit mi kaptunk, azon a földön, ami maradt nekünk, azon a földön, amelyen élhetünk, amelyet Magyarországnak neveznek, azon a földön az a feladatod, hogy műveld és őrizd. És ez nem feltétlenül földművelést jelent, bár valóban van, aki így vigyáz a földre. Ez egy másfajta földművelést jelent. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogyan a földet művelned kell, ápolnod kell, úgy neked 2017-ben élő mezőtúri fiatalnak az anyanyelvedet is művelned és ápolnod kell. Ez az egyik feladatod. Ti, akik már nagyon az internet generációja vagytok, és különböző nagyon rövid üzenetet szoktatok egymásnak küldeni, bizony nagyon nagy a veszély. Elfelejted, hogy nem vok, hanem vagyok. A vok az egy teljesen más dolog. Elfelejted, hogy a nyelvedet azzal ápolod, ha szépen használod. Nagyon őszinte leszek, sokszor én is beleesem ám ebbe a hibába. Mikor csak pötyögök, és egyszerűbb rövidíteni. Na de amikor beszélsz, amikor a társadhoz szólsz, akkor hogyan ápolod a nyelvedet? Akkor hogyan vigyázol rá? És ez nem csak magyar órára igaz. Vigyázz az anyanyelvedre. Műveld és őrizd azt, mert ezt a feladatot kaptad.
Aztán ápold. Nem csak a növényeket kell ápolni. Nem csak azokra kell vigyázni. Vannak a mi kertünkben bizonyos gyümölcsfák, amelyeket nem mi ültettünk. De a gyümölcseit élvezzük. Éppen a cseresznye érik. Nem ültettem a fát, de ápolnom kell ahhoz, hogy termése legyen. Na most mit kell neked ápolnod? Ápolnod kell a kultúrádat. Ápolnod kell azt, amit ugyanúgy, ahogy én azt a gyümölcsfát nem ültettem, a kultúrát te is ajándékba kaptad, de vigyáznod kell rá. Nagyon jó dolog, hogy vannak úgynevezett skanzenek, ahol meg lehet nézni, hogy hogyan is éltek a régi magyar őseink, milyen házakban, milyen kultúrában, de mennyire szomorú, hogy ezeket bezárjuk ilyen skanzenekbe. Mennyire szomorú, hogy máshol nem találkozunk vele. Nem találkozol a régi magyar kultúráddal, pedig ápolni és őrizni kéne. Sok mindent beengedünk idegen országokból, kultúra terén is. De ápoljuk-e azt, ami a miénk? Ápoljuk-e azt, amit kaptunk, ami a sajátunk? És kedves gyerekek, nagyon-nagyon fontos a harmadik dolog. Hogyan tudod művelni és őrizni azt a földet, ahol élsz? Annak a szeretetével. A hazád szeretetével. Amit kaptunk, ahol élünk, azt a földet szeretnünk kell. Műveld és őrizd. Vigyázz rá és légy felelős érte, mert a te kezedben van a sorsa. Akik ma 2017-ben 12-18 éves fiatalok vagytok, ti fogjátok ezt a földet továbbra is művelni és őrizni. Rajtatok is múlik, hogy annak mi lesz a jövője. Senki sem véletlenül kerül oda, ahol van. Az Úristen ugyanis nem hibázik. Nem véletlenül kerültél abba a családba, abba a közösségbe, abba az országba, ahová születtél. Műveld és őrizd azt a hazát. Ez a mi Istentől kapott feladatunk. Ez a mi kötelességünk. Ő kéri, ő bízta rád. Én azt kérem és azt kívánom mindannyiunktól, hogy amikor emlékezünk, jusson eszünkbe. Szomorú a trianoni békediktátum. Keserves és fáj. De az, amit megkaptunk, ami itt van nekünk, a mi feladatunk, hogy vigyázzunk rá. Így legyetek egy olyan felnövekvő generáció, akiknek fontos a nyelve, fontos a kultúrája, nagyon fontos a hazája, akik Isten kezébe teszik a saját életüket és a saját országukat. A mindenható Isten vigyázzon rátok, vigyázzon mindannyiunkra, és vigyázzon a mi szeretett hazánkra. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, a mi magyar népünk valóban nagyon sokat küzdött a történelem folyamán. Nagyon sok mindenen keresztül ment. Szinte soha nem kaptuk könnyen a mi dolgainkat. De Urunk, Te a mi küzdelmeinket meg tudod áldani. Hogyha mi művelni és őrizni akarjuk ezt a földet, ahová helyeztél, Te megáldod a mi kezünk munkáját. Ezért kérünk, áldj meg bennünket is, valamennyiünket, a gyermekeket és felnőtteket, hogy úgy tudjunk élni, hogy rád tekintve, benned bízva és reménykedve helyezzük a te kezedbe a mi népünket, a mi hazánkat. Urunk, köszönjük azt, hogy az emlékezésünk lehet békés és nyugodt. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te velünk vagy, és a kezedben hordozol bennünket. Urunk, arra kérünk,
Áld meg ezeknek a fiataloknak az életét, az ő leendő munkájukat, hogy valóban benned bízva, hazájukat szolgálva élhessenek majd felnőtt korukban. Kérünk, Urunk, segíts, hogy a mi hitünk is erősödjön, hogy bízhassunk mindig benned, akkor is, amikor nehézségek jönnek. Mert tudjuk azt, hogy te vagy, aki vezeted a mi lépteinket. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És fogadjuk nagyon sok szeretettel a gimnázium 11. A osztályosainak a műsorát, felkészítő tanáruk Csányi Tamás, és egy vendégük is van, aki segíti az ő szolgálatukat, ő pedig Rádúj Levente, a Skíti Együttes énekese. Fogadjuk nagy szeretettel az ünnepi műsort. A 20. századi magyar történelemben van egy dátum, melyet minden magyarnak jól az emlékezetébe kell vésnie, hogy soha el ne felejtse, és ne felejtsék majd gyermekei és unokái se. Ez a dátum 1920. június 4-e, az első világháború lezárását jelentő trianoni békediktátum aláírásának időpontja. A török seregtől elszenvedett mohácsi vereség után ez volt a magyarság legnagyobb katasztrófája. Az osztrák-magyar monarchia vereséget szenvedett az első világháborúban. Az úgynevezett Párizs környéki, a Versailles békediktátum, melyet a Grand Trianon palotában írtak alá, nem valódi békekötés volt, hanem olyan diktátum, amelyet Magyarországra kényszerítettek anélkül, hogy érdemben tárgyaltak volna a magyar delegációval. A trianoni diktátum következtében Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és közel 3,5 millió magyar került idegen államok fennhatósága alá. A magyar királyság veszteségeiből az úgynevezett utódállamok gyarapodtak a következőképpen. Romániához csatolták Erdélyt, a Párciumot és a Bánság keleti részét. Magyarország 282.874 négyzetkilométernyi területéből 103.093 négyzetkilométert. Csehszlovákiához került a Felvidék, Csallóköz és Kárpátalja, azaz 61.633 négyzetkilométer. Az akkor szerb-horvát-szlovén királyság kapta a Bácskát, a Bánság nyugati részét, a Szerémséget, a Dráva közt és a Mura közt összesen 62.092 négyzetkilométert. Még az az Ausztria is részesült magyar területekből 3.965 négyzetkilométer, amely a Habsburg érdekektől vezérelve belerángatta Magyarországot a világháborúba. A magyarság mindezzel nem csak népességét és történelmi területeket veszített, nem csak gazdasága és közlekedése alapjainak jelentős részét, bányákat, erdőségeket, kiváló mezőgazdasági területeket és iparvárosokat, hanem sok évszázados kultúrájának, intézményeinek,
tekintélyes részét is. Ennél igazságtalanabb, észszerűtlenebb és gyalázatosabb békediktátum még nem született Európában. Egy 1000 éves államisággal büszkélkedő országot így még nem daraboltak szét, és nem aláztak meg. Szomorúságom gyászpalástját, lelkünk vállaira övezvén. Fölfeszítettem most magamat, elárult nemzetem keresztjén. Minden csapás testemre szálljon, minden szög véres szívem fúrja. Halljak meg minden nap leszálltán, támadjak minden reggel újra. Minden szégyen, minden gyalázat, ecetje torkom s lelkem ölje. Szaggassa májam víg tempóban, az álnokság vascsőrű ölve. Ó, mert nem voltam hű eléggé hozzá, nem adtam érte minden órám, magam kedvére dalolgattam az ő halálos dáridóján. Mintha leszakadt ága volnék a fejszére megítélt fának, bennem a rácsapódó durva, fájdalmak szinte bízva fájnak. Mintha megásott koporsója, sírja, mintha csak tragikus tárgy lenne, mintha jelenem s jövendőm nem halottan feküdne benne. Szegény magyar, ha legimádóbb fiad is így most a hozzád, mit várj azoktól, kik lelkedre, testedre most vetik a kockát? Meghalsz, mert nincs egy hű, igaz szív, ki megváltásod díja volna. Meghalsz, mert minden akarat, vágy az önzés ormát ostromolja. Szomorúságunk gyászpalástját, lelkünk vállaira övezvén. Feszítessük fel mind magunkat, elárult nemzetünk keresztjén. Nem kell nekünk a mások folyója, nem kell nekünk a mások bérce, csak magyar hegy és magyar róna, ahogy az Isten azt rég kimérte. Nem kell nekünk idegen égbolt, egy porszeme sem a világnak, csak az kell, ami a miénk volt. Igazságot Magyarországnak. Szép határunk nem is határ volt, hanem Isten ölelő karja. Helyette most egy szörnyű gyászfolt sötétlik az árva magyarra. De ezt a gyászövet letesszük. Hallók hallják, lássák, kik látnak, vérünkkel a földgömbre festjük. Igazságot Magyarországnak! Szavunk imán keljen vízhangra, mely sugva hullámozva árad. Határ határnak továbbadja, nép a népnek, haza hazának. Csillagolvassza fénysugárba, mely zengő világűrbe vágtat, egész mindenség ezt kiáltsa. Igazságot Magyarországnak! Nincsen számomra hely, hogy fejem lehajthatnám. Egy határ mi elválaszt kedvesemtől, de szívem hazajár. Felnézek éjjel a csillagokra, senki nem veszel többé. Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianontól szenved a magyar, mondd miért hagytuk, miért? Határ minket el nem választ,
hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianonnal szétszaggatták az ősi magyar vért. Harkita felül egy dallamot, sodor felénk a szél, ki lelkének hangját megtalálja, hír el soha se fél. Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianontól szemmel a magyar, mondd miért hagy. Miért? Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianonnal szétszaggatták az ősi magyar vért. Harangok szólnak most a hideg szélben, ős haragdul régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egykoron egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével. 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával, 11.500 kilométer vasútvonal eltulajdonításával, 13.407.000 lábas jószág elbitorlásával, 10 millió holderdő és annak vadjainak elorzásával. Ha bárhol egy harang szól, ha fületekben szél dalol, ha ablakotokon esőcsepp dobok, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság, Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye emiatt fog hullni. Míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni. Van-e imádság forróbb, könyörgőbb, mint a miénk most? Kínok imája. Nyisd meg nagy óra fellegek kárpitját, s irgalmas szívvel figyelmez rája. Nincs annyi fűszál libanoni lejtőn, mint ahány köncsebb bús magyar szemekben. Hallgass meg, kérünk, jaj most az egyszer mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Könyörgünk. Nézd ránk, hisz az nem lehet, hogy síró szóval pusztába kiáltsunk. Sok volt a vétkünk, nagy büszkeségünk, felhőkig járt az álmodásunk. De most bánattól gyötörtem mondjuk, szenteltessék meg a te neved. Végigvertél a borzalommal, és mégis, most is széthúzunk, látod. Küldjed szívünkbe a szerelmes békét, s jöjjön el a te országod. Ugye nem szórod szét ezt a népet bujdosónak a nagyvilágba? Hiszen te hoztad Ázsiából, s verted, de védted a pusztulástól 1000 évig. Mondd csak, hiába. Voltunk a véres védőbástyád, s voltunk villámló ostorod. Tégy vélünk, ahogy megérdemeljük. Legyen meg a te akaratod. Küldjed szívünkbe a szerelmes békét, és küld az erőt a rossz karunkba.
Küldj halk esőt a földjeinkre, s legyen gondod a barmainkra. Önts enyhülést a lelkek tüzére, s ha tudsz, szeress. Ha kell, fenyíts. Csak legyen béke, boldog megértés, miként a mennyben, úgy a földön is. Nézd, éhezünk, rongyokba járunk. Nincsen koldusabb néped, mi nálunk. Nézed a gyermek éhező száját, asszonyainak bús kálváriáját. Ha te nem segítesz, elveszünk. Ó, add meg hát a napi kenyerünk. Nagy úr, vétekkel igaz megrakódtunk, gőgösek közt bizony elsők voltunk. De most a házunk hamva van fejünkön, s a bűnbánat megtépte köntösünket. Isten, Isten ezt szerelemmel bocsásd meg a mi vétkeinket. Minket megvertél, magyar Isten, és megverted az őseinket. De fiainknak minden másnév felejts el apái vétkét. Sok számolatlan számadásunk, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek. Torkunk rekedt a rimánkodástól, az ős magyar föld merülő gája. Jaj, tedd a szent kezed föléje, oltalmazd meg, vigyázz rája, és ne vigy minket a kísértésbe. A tenyereden, Isten apánk, hordod az embermilliókat. Mi is elférünk békében ottan, csak vest ki köztünk az árulókat. Nem kell minékünk más hódolása, és nem vágyik a magyar sehová sem. Csak engedj élni, tüzekben nézni tilingó szónál, mesét mesézni, és szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig, 1000 év óta már, és mindig az marad. Mert nem darabokból összetákol darab. Egy test, ami hazánk, eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötözött tagokkal, zsibbattan alélt a balga erőszakkal. De mihelyt fölengedt folytó köteléke, futni kezdett a vér elapadt erébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett avval, csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk visszatérkezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk és csillagok útja, nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagyisten, és semmi sem megy kárba, magyarok se lettünk pusztulni hiába. Hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék, s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, s jön az igazság, közelebb, közelebb. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. A félvilágot is befuthatod más ember földjén, testvértelen leszel, s ha elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, a nemzetedről megfeledkezel. Te bús magyar, kit száműzött hazád, idegen zsarnok lakja otthonod. Bús sorsodért ne vádolt nemzeted, kit úgy tűnik, Isten is elhagyott.
a látszatcsal Isten ma is a régi. Te hagytad őt el, te és a többiek, még vissza nem zarándokoltuk hozzá, a múlt hibáit le nem törlitek. Magyar földön nem lesz új Magyarország, gaz és szemét nem terem nemzetet. A gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó igaz szeretet. Magyar földön nem lesz új Magyarország, gaz és szemét nem terem nemzetet. A gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó igaz szeretet. Hálás szívvel köszönjük meg a 11. A osztályos diákok műsorát, és köszönjük a felkészítő munkát Csányi Tamás tanár úrnak, és nagyon szépen köszönjük a segítséget Rádúj Levente énekesnek, és a gyerekek nevében szeretném neked egy kis ajándékkal is megköszönni. És áldásvétel előtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Maga pedig a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességet. Felnézek éjjel a csillagokra, hideg a keleti szél. Hiszem, hogy egyszer még megtalállak, senki nem veszel többé. Határ minket el nem választ, hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianontól szenved a magyar, mondd miért hagytuk, miért? Határ minket el nem választ, és
hisz egy nyelven szólunk az Istenért. Trianonnal szétszaggatták az ősi magyar vért.